Mit adtok végen, ha kezetek balra műtnék? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely,
de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint te. És azután pedig várjunk, de arra találkozunk. Rátor Péter. Így hát egy úgy osztatja, hogy tudod érezni lélek. Végezzetek és imádkozzatok, hogy kísértésben essen. A lélek, ami készséges, de a testben. Jézus ezt volt másodszor sávolunk, imádkozzatok és így van. Atyám, ha nem múlhatik el ez a kehely, anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Majd visszatért, és megint megtalálta őket, mert el lehetett tudni. Erre ott hagyta őket, újra lehetett, és vannak a szállatokat a kasmányokat. Atyám, ha nem múlhatik el ez a kehely, anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Majd visszatért, és vágyam, hogy ezt is így van. Tanuljatok már, hogy így helyszólja, mikor aztán kifelé Jézus kapni, meglátta őt, másik segítségével.
Védkeztem, elárultam az igaz fél. Ám hogy miért választották? Mi közünk hozzá, te lássad? Erre szemben mutatott a testvényt, aztán elment és felakasztotta magát. A főpapó összetűzte a testvényt, de úgy mérték. Nem szabadottam a templomból is, de lehet, hogy nem tudom, hogy tanácsot tartotta, és megvették rajta a fazakas lelkét, az idegenek temetét is helyét. Ezért még járt, azt a terület ma is a fedelmányom, hogy majd is férjünk. Így beteljesedett, amit Jeremiás kultúrta jövett. Fogták a 35 testvért a fölbecsültek árát, míg Izrael fiai ennyire becsültek, és a fazakas lelkéért adták oda, amit az Úr parancsolt mondja. Közben pedig Jézus a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte. Jézus így válaszolt. Én vagyok. A főpapok és fények válaszolására azonban semmi sem felelt. Erre Pilátus így szólt hozzá. Nem maradok mindenre választni? De ő egyetlen bármikor sem felelt, s ez igen megvette a helytartót. Szokásban volt, hogy az ünnep napján a helytartó szabadon bocsásson a rabot a nép hibásának felé. Voltak volt, hogy kéhet rabot, Barabbásnak hívták. Az egyedüléket tehát Pilátus megkérdezte. Melyiket bocsásson a kettőket mondta? Jézust, aki Krisztusnak mondanak, hogy Barabbást. Tudta, hogy ugyanis, hogy irigységbe hozták előre. Miközben ott ül Bírói székében, felesége ezt az ünnepet küldte neki. Semmi dolgot ne legyen azon az igaz emberrel, álmomban sokat szenvedtem miatt. A pipakok is fények azon már rábeszélték a nevet, hogy Barabás kérjék, Jézus pedig hagyják el. A helytartó tehát megkérdezte. Melyiket bocsássam a kettő közöttük? Ám akik ezt kiáltották. Barabás! Pilátus tovább kérdezte. Mit tiltett Jézus, aki Krisztusnak mondták? Minnyáján azt kiáltották. Keresztetélek! A helytartókból kérdezte. Hát mi rosszat művelt? Azok még erősebben kiáltották. Keresztetélek! Pilátus látta, hogy semmi sem megy, sőt még nagyobb zajongást támad, majd mindent mondatott. Meg most a kezdődik a nép előtt, és így szól. Én állhatatlan, hogy kérnek az igazi mérítő királyságot. Erre az egész nép így kiáltott. Majd több is föl koronákat
és harmadnapra fölépített, hát szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj el a keresztbe. Ugyanígy a főpapok és az irányítókkal és a vénekkel együtt bunyolulva mondták. Másokat megmentett, de ő magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki. Az Istenben bízott, mentse meg most, ha akarja, mert azt mondotta, hogy Isten fia vagyok. Éri, éri, Napa, szabadtan. Ez magyarul így hangzik. Én Istenem, miért ott áll engem? Az ott álló között néhányan hallották, és így szóltak. Ez Jézus Krisztus. Az egyik mindjárt megfutott, és eszedbe vágott, szivacsot, számot tűzte, inni adott neki. A többiek azonban így szóltak. Hadd el! Thank you.
szerzett fájdalmak közepett és átért mások szenvedését. Tizenik a szeretet, utolsókat adja. Tizenegyik a szeretet felében fogadja az élet alapásodését. Tizenkettedik a szeretet erősebb, mint a halál. Tizenharmadik. A szeretet akkor is hisz és remél, ha mindenki csüggedik. 14. A szeretet csak azért pihen, hogy új életre keljen.